it down. We gon' burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it. Na, sziasztok, sziasztok, srácok, Zoli vagyok. Egy szilveszteri kabaré műsor, itt van velem Dávid. Szervusztok. Most is nézem, hogy most... Még mindig nem jött be a Bartendőrnek a képje. Kicsit késik az adás. Na Dávid, hogy legyen, melyik tankokra menjünk? Hát most, legyünk most az 5.3, után megyünk felfele. Jó van, akkor menjünk a kisebbekkel. De majd meglátjuk. Látod a célnapi live-ot, Dávid? Nem, majd, azt majd valamikor megnézem, mert... Nem voltak rossz meccsek. Csak nagyokkal nyomtam neki, mert muszáj. Így mire 500 000 meglett. Nagyszerű. Hát, most nagyszerű. Voltak az eléggé húzós meccsek. Hát már lehetett gondolni rá, hogy itt milyen meccsek lesznek, ott már nem lehetettem, hogy... Vajjad. Vagy előre mész a szavasz. Hát tudom, bujkálnom kellett, pedig azt nem szeretem. Hát, pedig az muszáj. Kész? Várjál, mert azt nézem, visszanézem a live-ot, nincs kép. Na. Csak feketeség van, nem mutatja a játékot. Ja, olyan, mint a ilyen bemutatkozó, na, hogy fekete kép, azt utána meg visszajön a, vagy a, legyen a tank. Nem, fekete az egész kép, nem mutat semmit. De ez miért van? Nem tudom. Fekete kép az egész. Na, mindjárt megnézem én is mobilon. Nálad mit mutat? Várjál még, hát... Csak fekete képet mutat. De valószínűleg nem is az lesz, mert ha te csinálod... Most átmentem a korlátlan netemre, mert most fogja. Azt mondtad, hogy eltávolítottad. Mit? Oda van ír. Hát, ja, most már nem. De most is csak fekete kép van. Ja, igen, most tényleg fekete kép van. De ez miért van? Nem tudom. Hát pedig így szokott gyűnni, így szokott nálad is begyűnni. Így, igen, de utána meg van kép. Nem tudom, újra kéne indítani a játékot, de... Mert elvileg úgy szokott beindulni nálad, hogy fekete kép, azt utána... Várja, játékot újraindítjuk. Persze nehogy már összejöjjön valami. Hát, igen. Még az idén. Igen, még legalább az idén kérem. Pedig le van véve alacsonyra a grafika, meg minden le van véve. Az jó, jelenleg 3 néző van, valamint 2.
Azt még mindig csak ilyen fekete képet Hát, látom. jó, de az eléggé gáz. Mi Ez nevessél. nagyon jó adás, akkor Ez nagyon így. jó. Még bárjál, még fújok izét is rombidán. Ja. Na. Várjál, most átállítottam egy kicsit a kijelzőt is, de ez lesz jó. De ezt miért csinálja? Nem tudom. Még kicsit késik a live is, úgy látszik, ilyen 10 másodpercet, vagy mennyi. Hát az szokásos, az annyit szokott mindig késni. Azt tudom, ez szokásos. Csak akkor lehet ebből marad LTS. Hát abba az, ahol nem tudsz jönni. Hát sajnos nem. Egy kis volt Na, ezeket. most, na, most. Na, most volt, de nézd meg most milyenek a tankok benne. Ilyen kis nyomot. Visszaállítottam a szokásos, amit szoktam. Ezután állítottam vissza. Aha. Az a Várjál, ez három azért, nézőt ez azért. jelentkezzen már, hogy várja-e az új évet. Akkor ennek tényleg kabaré, nem vett, hogy ennek ilyen részt adtam. Most olyan. Most De jó, nem olyan akarok kis csúnya kabaré. szót mondani, de az OBS-nek meg az egész vártán dőlnek, hogy azt nem akarom. Na úgyis fent marad a videó, nem akarok itt. Figyelj, olyan lesz, amilyen lesz, az kész. Ha rossz, rossz, ha jó, jó. Jó, van persze, majd fekete képségöt majd közvetítök De most élőben. jó. De most jó. Ez elég mutatott valamit, de Jó, csak most most jó. átállítottam, amilyenben szokott lenni. Nem tudom most... Ja. Na! Jó, most mutatja. Hoho, van adás! Na, van valami. Van valami? Most én is azt látom, ami a képernyőn. Visszhangzik egy kicsit. Köszönöm Fidesz és Borkai Lászlónak vagy Zsoltnak, hogy van internet. Köszönöm Na szépen. most akkor benne vagy, vagy most? Benne vagyok. Jó, csak közben visszanézem a live-ot, meg. Jó, van akkor. Ha benne vagy, akkor jó Benne. Kezdődjön. van. Várjál. Még. Nem, még. Lófrálok itt. Lófrálok. Jó, most már nem telefont itt, ilyen kábel rengetegben vagyok én is. Kész vagyok. Na, jó van, lehet. Új képet kaptál? Már hogy ért a új Hát itt kép? látom, hogy izé, hogy... Hogy Ja. nem az, mi az, aki... Akkor jössz ki a Igen. hidegháborút. Az olyan képet kaptál? Olyasmi. Az Csak így mikor lehet keresgéltem a kép. megkapni? Azt mikor lehet megkapni? Kilősz annyi tankot? Nem tudom, így random bedobja, nem Aha. tudom, nem szoktam nézni. Valamikor szokott ilyen random beadni ilyen profilképet, meg ilyesmi. Azt hittem a Facebooknak a borítóképét mondtad, vagy a profilképet mondom, azt nem változtattam meg, csak a borítóképet. Ja. Hova megyünk, Dávid? Én a C pontot akarom elfoglalni. C pontot vett Igen. akkor. Sok szerencsét Hát hozzá. én téged más pályára dobott be. Ja. Hát nem egy Nincs a New játéknak Yorki. hangja. Lehet, hogy nem egy New Yorki hajsza, de azért vagy, mi van a játék hangjával? Ahhoz van engedélyező hangot. Ja, azt hittem, hogy nem engedélyezi. Nincs. Na, még sincsen? Na, Most nem sincs. tudtátok meg. Ez jól kezdődik. Hát de legalább tudunk játszani. Hát Vagy nem, de így, hogy nincs semmi hangolat, ez így nagyon gáz. nem vetted le véletlenül a hangot? Amikor beállítottad ezt a, hogy is hívják Hang ott? engedélyezve. De nem úgy, maga a játékban a hangot, hogy nem. Nincs hangja.
De jó, ebbe a legelső meccs ebbe töltődik el, hogy a hangot beállítom. Hangos csevegés, vissza rakjam. Ja, hát azt szerintem nem áll, úgy fog visszhangzani szerintem, mint a szar, de hát megpróbáljuk. Dávid, csúnya beszéd nincs. Tudom, most bocsánat, sincs, de... most sincs neki hangja. Mi már bekapcsoltad? Úgy most volt. Most sincs neki hang. Kimenjünk? Beállítsuk? Most kilépjek, de én meg akkor lejátszom ezt a meccset így. Hát akkor játsz le úgy, azt akkor kész. Így hangtalanul. Hát tehát én szerintem is a játéknak a csinálom. Szervere. Hát nem live volt. Hát de, tudom. Dávid fog énekölni, akkor nincs izé. Na hát. Szerintem ha én énekelök, akkor mindenki kilépne szerintem. Ja. Hát így hang nélkül olyan rossz, én nem is tudom, te hogy tudsz játszani. Hát én nem úgy, na, hát úgy értem, nem hang nélkül játszok, csak én úgy szoktam csinálni, hogy zene szoktam. Én már nem úgy, bírnám, mint na ezt az egyet nem tudnám. Eurotrack megint más, amikor no copyright-tal tolom, meg minden, de ezt én nem tudnám így. Hát igen. Ez azért, mert izé... Hát amúgy nekem is hiányzik, de sajnos valamiért... Vagy most a Messenger így elvette volna, nem hiszem, a Messenger olyan á. Sok netet használ. Á, nem. Meg hálózati a... neten vagyok. Nem, az, még a modemma nem történik ilyen. Én nem emlékszem meg, amikor a telefonra osztottam, meg úgy live voltam. Volt olyan is. Jó, hát... Na, úgy mondom én is, hogy hálózati neten nyomom. Jó, hogy erősen van minden, de... De ha én tényleg hálózati még, nettel fissen... nyomom. Vezetékes hát, netten nyomom, hogy mondjam én el is, neked. Én is. Igen, mondom, de én azt ki vagyok akadva, hogy ilyen van. Pedig ugyanúgy. Biztos, hogy sokan játszanak, hogy szilveszter van, most egész éjszaka biztos tolni fogják, de... Hát azért egész éjszaka nem. Hát biztos, hogy tolni fogják olyanok. Hát biztos. Hát még talán még az új év is hát ott van, mert aki még talán még másnapos lesz, vagy valami. Hát lehet. A mester is másnapos az, lesz, csak az nem is... meri bevallani. Tessék? A mester is másnapos lesz, csak nem meri bevallani. Hát mondjuk úgy, hogy jól szoktam érezni magamat. Ez, ilyen... ez a lényeg. A live-okra azért nézi rá, mert pörögni fognak. Ahogy a rossz ilyen hangtalanul játszani. Mindjárt jövök egy 5 perc múlva, jó? Hogy van egy kis gond. Zápidak, a mesterek elárulom, pelenkát kell cserélni. Kis probléma, de mindjárt jövök, jó? Jó van, tudom, bement. Nem baj. Szilveszter van, kibír. Srácok, ezért rendhagyó live. Kritikus. Csendbe kell játszani, jó? Nem is baj, hogy kilőtte legalább ez a kényszenvedés már, ami itt van. Mit lehet hallani most szerintem, gondolom a... gépnek a sohogását lehet hallani, a ventilátorokét. A mester is elment. Ez miatt kiült a kávém is, srácok. Látjátok, nincs hang, kiül a kávé.
Jó lenne ez a meccs, rácok, ha volna hang. Ó, mire már belelőttem, ki is tölték. Na, itt vagyok. Itt vagy? Persze. Nem lenne rossz meccs, ha lenne hang. Nem tudok úgy koncentrálni. Tudom. Tudom, hogy furcsa. Érdekes, akkor nincs ilyen baki, ha nem live-ozok, csak privátban játszok veled. Ez, mondja már meg valaki, miért így van. Dávid egy gonosz szellem. Nem vagyok gonosz szellem. Vagy én nem tudom. Érdekes, ha Dáviddal játszok, ez, én nekem okozom a szerencsét, nekem meg olyan szerencsétlen vagyok, ha hangul. Nem, csak így is kedek. Nem tudom, sokszor van olyan, tudod, jó. Vagy. Amikor tényleg ketten jó meccseket hozunk, de amikor olyan szerencsétlen vagyok. Hadd is zsákmányt nyitottam ki, Dávid, de mondjad, 1 millió. Pedig szilveszterre nem tudom, mit csináltam, onnan kaptam volna 1 millió rosszan. Amúgy én is hadi zsákmányt szereztem. Mennyit? De csak csillag. Jó van, elég már belőled, Dávid. De amúgy, csak amúgy elmondom a nézőknek, hogy a százas szinten azért kapok 1 millió. Jó van, most be lehet most már fejezni. Várj, ez a hang. Amikor itt van, ki van pipálva a hang? Ki van pipálva a hang? Igen. Na? Kíváncsi vagyok, srácok, hogy lesz a hang. Nem tudom, mit állítottam, hogy nincs hang. Valami csak állította. Hát valami csak elállítódott, hogy nincs hang. Oho, van zene. Itt a játéknak most van zenéje. Na, érdekes. Na, egyre jobban működik. Ja, persze. Ennyi baki után már működhet. Ami volt ennél rosszabb is, úgyhogy... Na, most már jó minden. Na, most már jó. Most már jó. Na, készen is állok. Te még csatába vagy? Nem, itt vagyok. Jó van. Készen állsz? Készen. Indulhat a buli. Jó van. Amúgy azt elszerettem volna. Már tudod, mire gondoltam? Mondom, talán a hangkártya, mondom, vagy valami ilyesmi, mondom. Nem. Mondom, akkor nem hallanálak, mondom, tégedet. Valami olyan gond lenne. Hát biztos, hogy nem. Na, azt akartam mondani a nézőknek is, meg neked is, hogy bujék. Ami tegnap nem sült el... Amúgy a mesterem boldog névnapot, de mondtam is a lábjába. Hogy a lábjába, de elmentek otthonról nekem már. Pedig csak kávézok még. Mondom, a lábjába elmondtam, hogy boldog névnapot a Dávidoknak, meg a mestereknek is, vagy a mesternek is. Jó, babám, tényleg nem vagyok. Már annyira megzavart, 3-szor indítottam újra ezt a live-ot ma, úgyhogy nem is tudom a többi live ami lesz. Akkor úgy tűnik, hogy Magyarországon sok mester van. Nem csak te voltál. Jó, mondtam, hogy csináljál belőlem paródiát, jó van. Majd csinálom majd ilyen montált videót. A mesternek. Zoli, legkisztesebb pillanatai. Az. Hát amúgy tudod, mennyire rossz? Úgy állnák hozzá az egészen, érted, Dávid, hogy jó kedve, meg minden, az mindig valami van. De amúgy néztem, kérdez egy máskor ilyen stúdió, vagy ezek az OBS-ről ilyen videót, mert ebből van ilyen fizetős. Aha. Hogy az se megbízhatóbb, mint az ingyenes. Úgyhogy hiába venném meg, én nem tudom, mennyi lett egy ilyen OBS pénzért. Hát, nem tudom. Fogalmam sincs, én nem vagyok annyira... Én sem vagyok benne, de biztos, hogy drága. Hát, szerintem vagy egy programot kéne, ami normálisan működik persze, vagy valami olyasmi kell, ami gépet kell, valami nem tudom. Ja, hát azt elmondjuk a nézőknek is, hogy még, hát már úgy, hogy Zoli, hogy még így kezdő, már még ez egy hát, tudom. Kezdő.
jobban már úgy ezeket a élő adásokat már csinálgatni. De ez majd egy készülőtét, majd ez változni fog. Kilőtted? Nem. Nem? A T-20, az őrült tank. Hát ja. Szilveszterkor is. Háborúzunk. Háborúzunk. Háborúzunk szilveszterek a mesterekkel. Nem? Uh-huh. Ja, ezt akartam mondani a nézőknek is, hogy hát ha ma nem is, de esetleg holnap, ha így alakul a dolog, úgy alakul ez a dolog, akkor csinálunk ilyen gyakorlási, ilyen gyakorlás. Már én tervezni akartam ezt a gyakorlás részt. Nem ártana, meg mindenki, aki még most tanulja a játékot, köszi. Hogy én már annyi lába mutattam be, hogy lőn neki úgy, hogy... Vigyázz rá, ott van megetted is. Látom. De fura most kicsikkel játszani. Na mindjárt menjünk a nagyobbkal itt. Csak ilyen elő. A bemelegítő mi? Ott vannak, Dávid? Vannak, hát. Főleg az M18 is itt van. Az ki is fog ülni. Kilőtt? Na végül is, igen. Na végül is olyasmit akartam volna, hogy ilyen gyakorlás része. Ezt az egyik klánokból az egyik tagunk, azt mondom, az egyik, hát a, nem a helyettes, hanem aki a klánnak az alapítója, úgy hívják, hogy Bandi, ő csinálta nekem is ilyen gyakorlást, és azt szerettem volna Zsolnak is így bemutatni, vagy gyakorolni. Igen. Hogy hogyan lehet gyakorolni a régebben klánokat. Mi csak kipróbáltuk, ha jól tudom. Igen. Emlékszel, volt valami? Igen, volt. Na még akkor én is még ilyen kezdő voltam. Olyan kezdő. Bemutatjuk, hogy a mesterhez mi kell, hogy legyen, aki mester akar lenni. De amúgy én sem vagyok profi, amúgy. Én csak... Hát hogy mondjam nektek, hogy próbálom... Mindig jobban fejleszteni magadat. Hát jobban fejleszteni, de... M18-at próbálod megkidőlni. Hát ilyesmi. Hát próbálkod a koncentrálni, amikor így ilyen nagyon koncentrálós időszak van, akkor muszáj lesz, hát. Hogy mondta, egyikünket leszették. Még nem engemet. Amúgy a nagy tankok se olyan durvák, csak oda kell figyelni. Hát tegnap volt, amikor négyet kilőttem a horival. Még te is meglepődtél. Hát... Jó az. Végül is, ha jól lövöd be őket, akkor igen. Akkor tudsz meglepetéseket okozni. Amúgy tudod, melyik tankkal mentünk ritkán? A 6.3-mal. Kilőttek. Pont a jumbo. Az lőtt ki, aha. Meg amúgy nem bonyolult ez a gyakorlás része, nagyon meg fogod érteni. Csak hogy... Hát hogy van az a diagnosztika, vagy én úgy nevezem, közben nem biztos ez a neve. Ez amit az autótnál is megvan, milyen része, mikor...
Amikor ott van ez a hőteszt, de nem biztos autóról beszélünk, hanem tudod jól, hogy vannak olyan dolgok. Persze. Amikor a tárgyaknak hát, megnézik, vagy a házatnak a hőrendszerét, vagy amikor szigetelik a házat, az van az a speciális diagnosztika, tudod? Érted, ahogy mondok, hogy mint van az az éjjellátó fegyver. A házaknak is van egy olyan, amikor szigetelik, mutatják azon a gépen, a számítógépet csinálják, hogy a ház hol hű jobban. Ja. Ja. Ez a tankos is hasonló. Hát hasonló. De... Igen, ez az egyik... egyik... nem próbálja, az egyik ilyen verziója ennek a tankgyakorlásnak. A másik az, hogy ilyen teljesen egy ellen, de úgy, hogy én nem csinálok semmit, és akkor elmondom neked, hogy mi van. Ötödik lettem. A mester hanyadik lett? Én négy. Negyedik lettél? Csak beelőztél mi? Mindig amikor azok is versenyöztünk, hogy ki lesz úgy. Jó. Na, 7.0-át mutatták, hogy fejlődik, vagy mennyit. Aha, fejlődött egy kicsit. És próbálom a legénységet idén fejleszteni, mert már nem sok van hátra. Jó van. Közben kaptam egy... Mit? Egy milliót? Egy felvételi kérelmet. Hogy felvételi kérelmet? Hát ez azt jelenti, hogy ön jelentkeztek a klánunkba. Aha, hányad. És már el is van fogadva, úgyhogy üdvözöljük. Azt a, nem tudom, hogy kicsodát, ami Sledge valamit. Most így nem tudom. Jó, most én így nem akarom bemutatni a live-ba a klán tagokat. Tudom, csak közben én mint... Mert én most egy ilyen kisebb, hát nem nagyobb rangban vagyok, de... Csak hogy nem az, hogy zavar, csak hát... Mert ő mekkora anyas szinten van? Azt hiszem, hogy 31-es volt, vagy 30-as. Na, én meg 24-en vagyok. Ő nagyobb helybe áll. Na? Milyen gyorsan telik majd ez a pár óra már az évből, nem? Hát, ja. Szinte már... 6 óra. El se lehet hinni, hogy már 31-dik a egynap. Talán a új évet kezdünk. Igen. De a Mátán dőren együtt. Aj, nekem a szilveszter az már, nem tudom, valahogy olyan... ellapos vagyok, nem tudom. Jaj, Dávid megszólna, mint olyan nagy öreg lenne. De ez azóta hát van, srácok, amióta a mester nevet megkaptam. Nem. Nem tudom. Nem, én tudod, hogy meg a szilveszterrel szerintem nem az számít, hogy hol töltött. Ha nem vagy boldog, akkor lapos az egész. Hát persze. Mindegy, ha előtted volna minden. A legjobb kajától kezdve a legjobb italig. Persze. Nem az a szilveszter. Mondjuk, ha együtt töltenénk ketten. Na hát akkor az nagyon jó lesz. Ekvátor. Srácok, mondani akarom, hogy éjszaka fent teszek, nem tudom hogy, milyen időpontban. Mert azért lesz egy kis pihenő is a live-okba. Több live-ot tervezek. Most is a címet át kéne írnom, hogy névnapi live. Nem baj, jó ez. Úgy is szívesen mondhatom, hogy gyertek. A mesterek nem fognak. Ó, ilyesét kilőtt. Meg se tűnni. A mesterek. Ja. Én is mester vagyok. Hanem mesterek, hallom. Akkor a mesterek. Hát én a fény napot, akkor átérjük mesterek.
Most már a naptárból is úgy kell írni, hogy nem Dávid, hanem Mester. Ennyi. Hogy hogy ragadt rám, azt nem tudjuk, de valami olyasmi. Pedig nem vagyok. Nem, úgy ragadt rád, hogy mindig jól játszasz. Hát jó taktikusan játszasz. Próbálok. Ja, a nagyoknál, hogy játszottam, muszáj volt bujkálna, mert tényleg bujkába érhetem el azt, hogy kilövök valakit. Hát, igen, rájöttem arra, hogy neked, tényleg hogy... akkora rampban csak úgy lehet játszani. Persze. Máshogyan nem tudod elérni azt a... Hiába mennék ki, hogy én vagyok a bátrabb meg minden, de... Hát lehet, hogy az be fog válni valamikor, de valamikor nem. Ez ilyen eldöntető kérdés, mi vagy igen, vagy nem. Ott az A körül, ott annyian vannak, hogy fú. Na, engem hát majd ki is fognak lőni. Ki is lőttek. Ki is lőttek a panzert. Nagyon sokan én is kipróbáltam amúgy. Hát elég nehéz, mint mondom. De hát én nem lepődök meg ezen, mert biztos, tudja, hogy nehéz. Hát jó, de ha valamit akarunk kezdeni, a jövőben akkor ide többel megyünk olyannal. Persze. Kilőtt. Ha úgy megszokjuk, mint az 5.3-ot vagy a 6.3-ot. Persze, rá lehet erre szokni. Ha én is hülyéskedem el, akkor meg lehet szokni. Ha nem idegesítjük el, akkor igen. Igen. Már általában én is vannak olyan helyzetek nálam is, hogy teljesen semmi nem megy össze, se egy tankot nem tudok kilőni, rosszak a meccsök. Úgyhogy én is elszoktam olyan hibákat, vagy hát olyan csatákat hozni, hogy nagyon... Segítség! Hát most itt ki fognak lőni. Nem elsegítettek. Jó van. Ugyanúgy ez a tartarali vagy kilőtt ki. Ilyes egyel. Valaki meg valaki maga a tengerbe akarja vetni magát. Mert... Na, én már kilőttem. Nem tudom. Tengerben az se valami jó dolog. Hát nem. De az, hogy nem lövök ki nagyon senkit, az se valami jó dolog. Ó, ez meg mi a bánat ez. De ja, tényleg azt már mondtam Messengeren, hogy sikerült megvennem az Eurotruckból a sofőrnek a kamiont. Jó, nálam bekresselt a játék. Az mit jelent? Kilőttek. Majd visszegyük. Ezt nem értem, valakinek van rendesen vezetékes neti és ilyet csinál. Hogy valaki erre mondjon már valamit. Jó van, kávé 85. Honnan lőttél ki? Jó van. Érdekes, átment jó pár mozdonyon, kerítésen és csak kilőtt. Érdekes dolog. Na, nem tudom, hogy miért kereszed be a játék. Nem tudom, jó, én kilépek én ettől a csatától, nem várok semmit, mert úgyis vesztünk. Mindjárt visszagyok, oké? Jó van. A mester elrabolta a bohót, majd mindjárt visszajön. Ha nem soká visszagyűvök én. Én már kiléptem, nem kilódok vele. De ez csak ezért vannak ilyen rossz meccsök, mert a fokozót használom. Ez csak ezért van, erre is rájöttem. Amúgy... Mindig amúgy amikor a fokozót benyomom, akkor mindig rossz meccs van. Majd amikor már nem fogy a fokozóm, akkor már király meccs van. Na mondjad? Nem, amúgy én is hibáztam, hát nagyon is elhibáztam, mert... Kaptam ajándékba 300-as és 500-as fokozót, és hát olyat sikerült elhibázom, hogy persze ez csak így nem csúnya szóval, illetve, hogy
úgy, hogy elhibázni, hogy hát nem mentem fel a játékra, azt elveszett a fokozat. Na, hogy azt elvileg tényleg a az fokozó olyan, hogy is először. elveszik. Nem, elvileg a fokozó az 2 napig tart, vagy egy, vagy másra, vagy nem tudom mennyi, és akkor... Amúgy bent vagyok a játékban, csak most. Ja, még 2 percet várni kell. Hát akkor már a csata is le fog menni, de mindegy. Addigra lemegy a csata is. Kicsit várnunk kell, mert most én teljesen pirosban vagyok. Addig nem is indítottuk csatát. Még egyet megyünk, és akkor megyünk a nagyobb rangba, jó? Jó van. A 7.0-ba? Aha. Jó. Ez legalább egy kis izgalom. Hát igen, az már jó, de én már nagyon hozzájuk szoktam. Hát nem tudom, én még csak ismerkedek velük. A pénz nagyon gyorsan gyűlik. Arra már rájöttem, még ha volt egy-két asszisztálásom, meg egy-két tankot kilőttem, tényleg nagyon hamar fejlődök. Aha. Jobban nagyokkal nyomni. Hát ha van egy adott tankod, mert megismered a tanknak a hát úgy mondom, hogy a, hogy hogyan lő, meg mik az erősebb pontja, akkor igen. Úgyhogy azon már nem lehet meglepetés, hogy izé. Készen állok te. Várjál, még egy 50 másodperc múlva. Ez a kész. Srácok, majd idően játékból lesz live. Hogy mikor lehet, hogy már éjszaka lesz, nem tudom még, hogy hogy lesz. Na, várjál. Jó, készen állok. Jó van. Nyomjuk majd a teló live-okat is. Mit szólsz az? PUBG eredményemhez. Gratulálok. Első lettél? Aha, hát... Én nem szoktam nyomni mostanában már. Hát én is most egy kis idő, kis szünet után... A PvP-t szoktam játszani. És úgy jöttem... Mi, abban meg már megvan 6400 kupám van, ahhoz mit szólsz? De olyan rossz, hogyha olyan meccseket fogsz ki, visszaesel. Akár mínuszba 1000 kupát is veszelíthetsz. Ha nem olyan meccseket fogsz ki. Jó, tudom, telefonos játék, de a kockázat megvan benne. Hát, telefonos játék, igen. De az, amit a Brawl Stars, azt ismered? Persze. Unoköcséd is, Laci is azt tolja. Én is szoktam. Én baj, hogy a telós játékokhoz nem vagyok hozzá fűzve. Csak a PUBG. A PUBG-t is csak nagyon nehezen tudtam, de azért is, mert az inkább ilyen lövöldözés, úgy is szeretem ilyen az abszolút ilyen lövöldözés játékokkal. Ó, mi ketten sokat toltuk a mesterre. Hát volt, amikor Zolynak az egyik haverjaival, azért majdnem hajnalig nyomtuk nyáron. A jó, de volt, amikor mi ketten minden este 2 órát játszottunk, volt olyan is. Na, volt olyan is. Nem is egyszer, sokszor volt olyan. Te oda ment a C-hez? Aha. Sikerült átfoglalni. Megkérdeztem egy tankot. Csak azért, mert hamarabb adott be. Ez jó volt, azért, mert hamarabb adott be. Általában mindig későn ad be. Képzeld, füstöt nyomtak, meg minden füstgránátot nyomtak. Mondom, miért van pirosban a kereszt, vagy a célkereszt? Olyan, mert a Panzer 4x70, csak füstben nem láttam, tudod? Ja. Mondom, mi lapulott? De olyan mondom, mint valami kis lapuló ördög. Lőjük a jakkvanterrel. Oh, hogy itt vagytok.
Segítsél már javítani. Lőtt ki azt a Panzer 4x70-t, vagy valami lőtt. Persze az meg ingömlő. Persze, hába okay. Lövünk rá, meg minden, nincs semmi baja. Aj. Azt is találtam. Most már segítesz javítani, vagy vannak. Köszi. Nincs. Ez az évben az utolsó javításod, mi? Hát... Ami most már minden évnek az utolsó javítása. Ja, köszi. Ha már ebben a lányban még robbanok, akkor nem segítesz javítani. Oh, el se kötött könnyű volt kivenni. Jó van. Ez egy olyan el lehet menni ez más egy... területre, izé okoskodni. Ez egy olyan dolog. Köszönöm. Hát ennyit már kapok. Vigyázz, hogy hátunk is. Jó, hogy nem elfelejtett már. A mesternek alig van már oroszlánja, 40 millió van. Azért félti. Hát, adjál hozzá még egy jó más falatokba. Hát én nem sajnálom. Nincs. Hát te gondoltam. Kilőttek? Ki? Hát megérdemlet. Amúgy akkor gondoltam, hogy mer azt a királytuk volna lőni sima. Mit a flak panzert? Nem, a sima kapkot, a 88-os kapkot. Azért nekem is 1 millió fölött van, azt emlékszem, hogy milyen nehezen gyűlt össze, vagy azt hittem, hogy nehezen gyűlik össze. Hát, igen, hát, ha van egy adott, már úgy értem, igen, van egy adott csata, akkor, ha jól szerepelsz benne, akkor gyűlik az oroszlán. Csak az egy kicsit jobban kell, egy kicsit... Mit mondtam máskor? Én félek, azért nem gyűjtöm. No, hogy harapósok legyenek. Én vagyok az első srácok. Egyelőre. Úgy néz ki. Egyelőre úgy néz ki. Ha ilyen mesterféle nem csinál. Máskor srácok csináltunk olyat, hogy versenyeztünk egymással. Persze mindig a mester úr, nem mindig. De azért ne győz. Volt már nagyon sokszor olyan, hogy a sírból hoztuk vissza, szinte a halálunk. Annyira hát volt, amikor négyen voltunk, de volt, amikor veled maradtam. Az is ritka volt, de voltak olyan meccsek, amikor veled voltak. Maradtam. Visszatudtuk ezt a állítani ezt a hullámot. Majd jön mindjárt a második hullám. Második hullám? Honnan tudod? Már fentről nézem, már lefülözök. Csak azért. Szilveszteri kabaré elkezdődött. Ja. Amúgy kitaláltam srácot, de már elárulom a hülyeséget, amit szeretnék csinálni. Ilyen csatorna. Vagy hogy mondjam, a feliratkozók, akik feliratkoztak, ilyen ünnepi beszédet mondani. Szemüvegbe. Azt megnézed, Dávid, nevetni fogsz. Hát akkor biztos.
Na hát arra kíváncsi leszek. Én már nevetek. Nem tudom elmondani, pedig kitaláltam a szöveget is, meg mindent, de én azt nem bírom megcsinálni. Pedig Dávid Hát ismer jó pár éve. De volt, amikor egész éjszaka nevettünk. Volt, amikor hát néztük igen. a mesterrel valami futamot, megláttam egy alakot benne. Második harckocsizó kréme. Hát én is... Volt, amikor elkezdtünk nevetni, én nem tudom, valami elkezdtem nevetni, és végig nevettük az egész éjszakát. Hát igen, volt, jó. Ó, nem is egy. Na, hát akkor... Menjünk a nagyokkal. Aha. Jó van. Ja, be van állítva nálam, úgyhogy készen állok. Várjál, nekünk még át kell állítani, nem olyan gyors. Hát én nálam be van táblázva minden. 5.3, 6.3, 7.0. Ajja. Hárműváltás. Nem itt kell. Majdnem 1.0-ás tankot állítottam be, várjál. Ó, te fiú. Itt van a legénység. Tudod, én meg melyik tankra akartam cserélni? Melyikre? Hát ami még nincs is kifejlesztve. Azt szép. Hát az hogy sikerül? Majdnem kicseréltem rá. Azért mondom, miért nem sikerül, mondom. Érdekes mondom, miért nem sikerül. Na kész. Rakétavetőssel, tényleg is azért volt egy-két aratás. Majd meglátjuk, hogy... Ja, maga azt mondtad, hogy a nagyapó... A melyikre? Melyikre? Hát a... Nem tudom, melyikre mondtad. Melyikre? Valami... Már néztem, csak így belenéztem tőle a tégnapiba. Ja, a mester, mindig azt mondom, amikor mondom neki, de megnézted a live-ot? Csak belenéztem, meg nem is néztem. Hát én úgy szoktam... A mester az mindig olyan, hogy mindig utólag szeretem megnézni, mert valamit... Biztos valamit, hogy szokták mondani, a valamit. Csához folyamodok, vagy mit? Igen, a fejébe, hogy szokták azt mondani, valami... Ami varázslatot talál ki. A mester és a varázsló. Az a baj, ilyenkor állatszik ezek a tankok. Annál köszönjük. Jaj, a B pontnál van az az épület. Oda se jó ilyenkor közel menni. Itt vagy? Persze. Nem hallok. Amúgy igen. Ilyenkor nem jó oda menni nagyon a közelibe. Hát avval a... Hát ami neked van olyan tankod, akkor az nem biztos, hogy jó. Az a Type 75, az durván néz ki. Ez a rakéta tong nem rossz, csak az a baj, hogy a páncélzata nagyon gyenge. Hát mivel ilyen kocsi szerű hát, valami. Olyasmi. De várj nagyon üzét hozzá. Jó, de aki itt a rakétával telibe találok, az sem fog elmenekülni. Hidd el nekem. Kilőttem ott a napi lájba izét vele. Ferdinándot. Mire oda megyek az illanő? Jó, amire oda megyek, már kilőttek. Na, kilőtték őtet is, úgyhogy... Mindjárt hozom nagyapát, az végül lesz mindenkinek. Jó, én kilőttem egyet. Kilőttél egyet? T-44-100. Melyik a nagyapa? Nem tudom, mondjad. Nem tudom, te szoktad mondani. A Horira mondtam, nem? Ja, a Horira, biztos. Nem tudom. Majd én hozom majd a nagyapát. Mert az kicsoda? Majd meg látjuk. Nagyon meglepeté. Az mikor itt van? 7.0-ás? 7.0-ás, azt hiszem. Jó, azért a japánoknál még van azért elég nagy ágyú. Az a mausz tankot kéne megszerezni. Az a baj, már nem lehet. Mausz? Azt nem lehet sajnos.
Mikor rakják vissza, azt már soha, mi? Azt már soha, mert hozzáadtak egy tankot. Az helyre, mert vigyázz, menni akarok arra. Gyere. Na, megkerül az IS-2. Minket? Ja, tényleg. Igen. Azt akarom kidőlni. Kében már azért a javítókészlet már kész a tankokon, meg a poroltó. Aha. Még nagyon kezdő időben vagyok, úgyhogy. Hát... asszisztálni akarok. Szép volt. Jó, ilyeskettő ki van iktatva. Ezt képest nem lesz így a 7-0-val, ezt rosszabbra számítottam. De te se játszottál egyedül nagyon vele. 2-3. Most ezt komolyan mondom, hogy csak ilyen 2-3 lett csak. Mert mindig 5-3-asztál. Csak ilyen próbák. Ilyen, hogy néz ki, hogy lehet menni, hogy néz vele. Tigris 2-3. Láttad? Nem láttam a fogratot. Van egy kis szevasz volt. A B-t húzzuk vissza. Az a jó, ha húzzuk vissza a B-t. Már az a B szinte a... Igen, mert oda mindenkit be lehet látni. Csak itt a gödrökbe, itt oda kell figyelni, mert bármikor lecsaphatnak rám. Ha meglapulnak. Te is ugyanúgy meg tudsz lapulni. Persze. Jajjaj. Itt a B-nél támadás van. Igen. Várjál, mert möglődtek azt égek. Ebben nincs pont poroltom. Vigyázz, mert kilövök valakit. Ott mennyien vannak a B-i körül. Aha. Jó van, úgyis ki fölrobbantam. Tényleg a horit, nem tudom a live-ban mennyire láttad, megpróbálták volna kilőni. Nem könnyű az se. Hát nem. Na, a T-34 az jó. Ez jó kis tank. Lehet le aratni. Szép, 5 tankot kilőttél? Nem is tudtam. 5-5. Nem vagy te rossz. Ezért mondtam, hogy nem mindig 5 pont támasz, de most nem azért, hogy irigy vagyok, mert annyi győzelmed van, csak... Érted, amit mondok, hogy fejlődjél. Tudom, hogy az állt úgy neköd kézre, vagy hogy mondjam, de... Hát igen, azt tudom én is azt mondani, hogy nekem most úgy áll kézre, hogy... Hát nekem az a közepe nekem, hogy... A nyerő tankok. Tudok is jó csatákat vívni, mert az átrosan van valami, amikor kevésbé, de... 5.3 sem mindig a menő. Hát tudom. Csak olyan nehéz ezeket a tankokat irányítani, adott, hogy... Hát azért, mert nincs kifejleszve. Azért. Nincs kifejleszve. Odaérök addigra 84. Hát, igen, ezek ilyenek. De ezért mondtam neked, hogy ezt is tolni kell meg a kicsiket is. Hát nem egy kézis. Egymást erősít. Szóval Luszpi, neked is boldog új évet. Ó, még új év, még 6 óra múlva, azt még meg kell élni. Itt kilőhetne bármikor Luszpi, nem úgy van. Épp, hogy elkaptam a Tigris, meg minden Monkey gyúlat kritikus lett neki. De jó, pont egy IS-2 oldalról telébe kapott.
mi az? Mi lőttek? Sem. Nem. Hát jönnek befele a B-re. Hát a BD-re jönnek befele nagyon. Neked már nincs, de azért mondom. Ez az első tankom. De... Látok, mindjárt jövök. Pedig a mestrem majd szóba tart titeket. Ezt már nem tudom. Ezt már nem tudom már. Jó, ennyi volt. Hát megpróbáltuk a lehetetlen, de nem tudtuk. Basta mindenit. Na, itt vagyok már, srácok. Hoztam be egy kis pogácsát. Utánpótlásként. Itt vagy, mester? Persze. Mi a helyzet? Most lett vége a harcnak. Hú. Megnyertétek? Akár. Hoppá. Én mondtam, te nem vagy rossz játékos. Hát... Próbálok odafigyelni.
Sikerült egy tankot kivenni, meg egyet Na, asszisztálni. azért mondtam, hogy ilyenkor a pénz És is ma... sokkal több. Én Na, már nem nem fogok jutott eszembe. 5.3-ban mondani, ezt mondtam neked. Mert 5.3-nál is lehet ugyanolyan szívós meccs lenni. Persze. De azt is mondjuk hozzá, hogy én is tarthatnánk ott, mint a mese, ha nem megy el kétszer a... Vagy a Steam, meg a gép nem tő... nem megy tönkre. Hát persze. Engemet nem bán, mert újra kezdtem. Majd lehet, hogy majd akkor fogok kivinni egy ágat, lehet, hogy majd ez a... Ez is, amit most csinálok egy éve, majd lehet, hogy ez is egy tönkre fog menni. Nem kellene. Na, hozzam a nagyapámat? Uh-huh. Az én nagyapámat. Hozzam. Na, az melyik, a, melyik az? Majd meglátod. Legyen meglepetés. Az a... T-34-es soros. Biztos ilyen nagy robosztus tank lesz, mi? Nem, azt a picit hozott, azt a sok rakétavetősat. Igen? Mhm. Uh-huh. Lehet, hogy az lesz. Tudom, ismer, azért nem vagyok annyira, hogy ne ismerjem. Gyere a C-fele. Oké. Okay. Abba is megpróbáljuk, de az a baj rohadt lassú lesz. Micsoda. Te azt a kicsit fogod lehet hozni. Mehet, persze, hol vagy? Nem tudom, a tényapi live-ot mennyire nézted. Hú, na ez nagyon durva. Na itt a nagyapa. Hát ez is durva. Hogy néz ki? Itt a T90. Ez is durva. Hallod? Tudod, hogy a grafika nem szakad le. Ez is 14 km per óra, úgyhogy nagyon lassan vagyok. Az én tankom meg milyen picike. Várjál már, hallod? Az a baj, mögköl tanulni lőni, mert ez ilyen. Mert milyen pici vagyok. A mester elé robban. Kicsi a bors, de erős. Basz, inkább a nagyapó mögé bújjak. Hogy ebben hogy lehet lőni? Az is egy más kérdés. Azért van, ezt a szopni kell nagyon, mert ez páncélvadász, és az nagyon szopni kell. Hát most melyik pálya? Most nem tudom, hogy melyik pálya. Ez a sínai felsziget. Ez ön, mi már voltunk. Hát voltunk. Csak a még a kisebbekkel. Menjetek a B-re, jó? Én majd én is elveszek egy. Hát jó, majd megyek a B-re. Lőtték ki valakit? Nem. Lőtték, ez jó volt. Lőtték ki valakit? Nem. Hallod, 5-7 km per óra. Hát jó, de annak mekkora a tornya? Jaja, egy tank, M46 a kilőtt. Azt mondta a cím időkit fedező messer, az ott jönnek. Igen, mert meg onnan lőtt ki, már megint ilyen rács van a tetején. Az milyen tank? Nem tudom. Ilyen rács van a tetején. Körbe. Torony körül. Biztos, hogy tudod, hogy melyikről beszélek. Biztos. Valami amerikai vadász. Segítség! Bajba vagyok! És még kicsi lőtték, hallod még. Addig épp, hogy csak egy... Azt kicsi tudják lőni, te! T-95-öt is én csak megsebeztem. Egyszer lőttem ki a Hurival, ha jól tudom, oldalról. De jó, engem hát mindenki ki akar lőni, a T-44 is kilőtt. De abból van egy erősebb változat, a száz. Á, kilőtte a izémet, hallod. Mit? A zárgyomból, ugyanúgy adott.
nem tudok hátulni. Na most már tényleg kívülök. De jó, a T26-ot nem tudtam kilőni. Kilőtték az ágyúdat, tesó. Nem tudna valaki segíteni. Pedig el akarnék menni szívesen. Én nem merek oda menni, pedig a horit hoztam már, de... Hát van egy IS-6, van egy T26-6. Látom. Próbálom lőni őket, de... Az IS-6-ot kritikus kaptam, úgyhogy az... Valószínűleg az idő, de... az én tangom se kicsit, de mi az, hogy a Tigris 2 H-nál csak épp hogy megsebzi? Én ezt nem értem, srácok. És még mindig él, ha mindig él még a T95. Milyen tankod lehet? Az átment a Lax Dávid azon a házon, és az akkor is élne. Az IS-6-ot lövöm. Jó, most lőjön. Elkezdett most ingöm lőni. Én is majd lövök, mert valamennyire tudok lőni, de... Ez az. Jó, valaki kilőtte. Valaki kéne, jó, én voltam. Tud segíteni legalább? Várjál, én oda megyek hozzá, de... Én sem olyan nagy vagyok. Hát, úgyhogy... Én sem vagyok. Szólok a honvédjének, segítsenek már, lehet tovább. Há, ilyen jó lenne a honvédségnek, azt hiszem. Elpusztítana mindenkit a hallod? Éppen ahogy a... De hogy ott állsz, ez nagyon vicces a T95-tel. Szerinted a tank ez mennyit ehet? Mert a... Bocs, az él... Na. Na, jó, elég. Jó. Kész? Nem, tartani kell. Nem, tartani kell. Melléd menjek? Igen, nézd meg. Egy ilyen képet, ez a megható. Megható. Várjál. Na? Mi van az F-t? Benyomtam. Na? Várjál. Na az előbb be. Nincs szórakozó, mert bombát dobnak ránk. Nyomd be az F-t. Már be van. Be van. De nekem... neked jött egy... A kis orosz. Nem tudok javítani. Az hát van, nincs javító készhető, te most jött eszembe. Igen, de azt írja, hogy Fortress Assassin's Creed. Nekem kiírja, hogy help. Segítsek javítani neked, most nem fogok. Igen. Azt mégsem tudok, mellette ennek sincs meg a javítókészete. Nem tudok mit csinálni. Most akkor mi lesz, mester? Nem tudom. Szegény. Mi? Mindenki nekem akar segíteni. Látom. Milyen szerencsés ember vagy te? Jó, meg van. Segíted? Ne. Mi az? Dávid. Már visszaszámolt. Jó, meg van. Dávid, ilyen hangokat ne adják ki, ilyen perver, ez nem az észen túrát forgatjuk. Ilyen pervers hangokat ne adják ki. megjavította. Na, ezt de meg miért nem bírtam? Köszi. De már nem bírtam megjavítani. Azért, mert valamit meg kell nyomni. Súr. Hú, bazd meg, hát... Vagy bocsánat, de ez a tank, ez... Jó, így együtt játszom, mert tényleg egymást segítjük. Hát, igen. Még ha rossz meccsek vannak, még akkor is egymást segítjük. Jó, segít. Szerintem én ezt a magálat, mert... Úgyis mi a vége a mese. Itt is, ilyenkor is jó pontot fogunk kapni. Úgyhogy ez a T95, kérem. És még kise... Hallod, kiserít. A horit se olyan könnyű kilőni. De hát ez a T95, az... Énekes, lövöm a Panther-át.
az nem robban fel. Aha, mert a védett zónában volt, aha. De hát amúgy a Tilcse azért egy... Beányálom, vagy ilyen Melyik? A Hori. Hát... Az olyan fura... Az hát az, amelyik azt tankos. Nézom, hogy a Hori után még jön még durvább. Van a Type 75 SPH. Az is 7.0-as, ami utána jön. Majd amikor milyen jól lesz, mert a Hori az marad 7.0-aként, akkor lesz majd a Type. A 60 ATM, páncéltörő rakéta hordozó. Meg lesz meg a Type 75 SPH, páncélvadász. Majd az a három azért az oda fog durrantani. Ha nálam gyűnnek a Patton család, mert ez az M46 Pattonnak a újabbik változata lesz. Majd a következő. Próbáltam az oroszokkal menni, már hogy azért csak az a baj, hogy nincsen 7.0-ájuk. Csak 6.7. Igen. Az maradt az amcsi. Hát de az amcsikat már mindjárt kifejleszted. Hát nem soká. Na, amúgy most maradok a T-34-en, a T-90 az nagyon borzalmasan lassú. Erre menjünk itt. Hát valaki, ha az állam ugye az jó lenne, de először a C-t kéne majd nézni, mert arra fognak rámenni. Oké, meg majd lesen majd a... Na, ide dobott a... Akkor menjünk a C-re? Hát úgy, hogy a C-t azt figyelni. Menjünk a C-re. Hát a C úgy is hamarabb néz, mert ez a tank ez még lassú. Hát ez is erős. Erős, hát ebből ültem ki egy tankot. Hetet? Hetet. Az igen. És a javító készet is készen voltak. Nem csak a Landstaff van hátra. Még. Annyit mondok most, hogy a japánokhoz eljutottam, ezek a nagy tankokban nem rosszak a japánok. Hát... igen. Mert kellett idő, amire megszokjam. Hát jó. Na, amúgy nyugodtan mehetsz előre, ha te gondolod. Most így van kedvem. Jó. Na, van a cél, az már miénk, az már nagyon is jó. Hát igen, mert az égre azt elfoglalni, mert az ott van pont középpontba. Ja, most néztem róla videókat erről a Zontoxról, hát... Az melyiknél van az a Zontox? Az itt az amerikai. Az is durva, mi? Hallod? Ah, csak úgy mellesleg mondom, volt olyan videó, nézzük, hogy elmondom, hogy ez egy olyan tank, ami elég brutál, és volt olyan, hogy a 10.0-as tankokat csak így dorászolok. Ja. Nyáron remélem, ha mi is öntöszünk a 10.0-nál. Közel vagyok, de még nem vagyok. Még nagyon messze vagyok. Kritikus kapott a... Melyik is? Itt meg már nagyon özöllenek. Hát nem megy már be. Jó, ez a Centurion MK10. Ja, Panther G, na már gyűjtünk befele. Persze, hát már hátra akartam menni, de hát persze. Az oldalát elkapta. Az is erős a Panther G. Amúgy a tanknak az oldala az mindig mindenkinek. Persze. Az oldala. Szerintem
Ott találtak be a barátkozni. Melyikkel? Azokkal a tankokkal. Már ez mi ketten szólva. Jó, hogy... Én nálam is, meg nálad is, hogy összeállt. Én már sár megszoktam őket. Annyi, hogy tényleg így taktikusabban kell játszani. De jó, ez a Centurion. Az akar most is kilőni engemet. Nem hagyom magamat. Az is tártam, ez az. Kilőtték az IS-6-ot is. Van. Azt is mondták, hogy az IS-6-ot az le, izé, kilőhetett, nem tudom, de mégse látott. IS-6-ot lőttem ki én is. Ahhoz képest most a német tankokon meg vagyok lepődve, mert itt meg már gyengék. Na mondja. A Fernidán repült a horitól. Nem hát kicsit. Azért ott van a Maus is, ami az jó. Majdnem lehetett, hogy lehet kilőni. Majd csak a Zima segített. A Maus is hogy ki lehet lőni. Hát ki lehet. De... Már megint... Megint úgy... Segítsek? Ó, de ott körbe van véve. Pantel D repült. Aha, megint. Megint úgy járok, mint most. Hájá, megpróbálok oda menni hozzád. De az abban én sem olyan gyorsan tudok menni, mert se a láncok nincs kifejlesztve, se sem. Hú, ott körületed annyian vannak, te sorna, menj. Nem, egyszerűen, hiszen egy izében vagyok. Katlanba. Katlanba. Na. Az a baj, nem tudok megmozdulni se. Ki akarok menni? Jó, kim vagyok. Megyek hozzád. Igen, már ameddig nincs kifejlesztve a javítókészletem, addig így tudok javítani. Nagyon jó, ott még ráadásul. Jönnek befele. Ott nem is kicsit jönne befele. Jó, várj. Jó van. Hát igen, ez ilyen. Nem lehet mindenben nyelni azért. Na hozzam azért. Na, hát ez az a baj, hogy nagyon lassú. Mi a T95? Nem az baj, az. Éve, nagyon lassú. Mert a Hori milyen, az se gyorsabb. Mindegyiket ki kell fejleszteni, most hiába izélsz. Tudom. Én is az olaszokat nyomom majd neki, most ezt tetszik ezek a nagyok. Meg annyiból szeretem a nagyokat, itt tényleg meg kell tanulni az, hogy... Vagy túléled a csatát, vagy nem, érted? Meg ezt a magába a T95-ot azért tudom megszokni, mert tudod, hogy egyben van az ágyú a tankor. Igen. Tudod, ilyen, ez csak részbe forogja, és... Tudom, egyben van az egész. Egyben van egész. Csak mert a németöknél nálam ugyanez volt a műsorszám. És... Sohogy látom, hogy nincs olyan lyuk se, hogy... Hogy értve lyuk? Hát úgy értve, hogy nincs olyan lyuk, hogy... Kicsit mozog, azt tudom, hogy kicsit mozog neki. A
hát ez a kicsit. Jövőre milyen új ágat kezdesz, mester? Mi? Hát nem tudom. Nem tudom. Az a baj, hogy én... Nem tudom még pontosan. Már még nem foglalkoztam még ezen a kérdésen. Még volna még hátra a démet? Hát... Van a német. Ja, igen, nem tudom, német, az olasz, a francia. Megpróbálnám a franciát, de... De mi van vele? Megint segíteni kell. A C-t húzott vissza. Tudom. Én meg közben segítséget szeretnék kérni. Na várj, én messze vagyok, menjek! Ha nem vagy közel, vagy nem vagy messze, akkor... Várjál, jövök. Minden. Annyi, hogy én betartom az F-ot, és neked meg... Izé. Jó, várjál. Csak merről jöjjek, ahol nem lőnek ki. Nem lőnek ki, mert most visszafoglaltuk a C-t. Itt belülről megyek. Vagy kívülről menjek? Nem tudom, de mindjárt innen befele. Sietek, várjál. Kibűrül ki, megpróbálok kimenni. Merre van a mester úr? Tudom, hogy kilőjenek. Na, hó, ezt kilőni? Nem, hogy engemet kilőnek. Itt vagyok. Sikerül? Igen, sikerül. De nyomd be még egyszer. Ajá. Tartsd meg, tartsd meg. Kijelje, amikor kijelje, most nem ijelje ki. Nem ijelje ki, na. Most. Be van tartva. Ennyi. Jó. Még mindig tartsam be tartva. Igen, 9-8 már. Hát most ilyen. De ez a tankom is durván néz ki, ez a type, izé. Nem tudom, mi van a neve. Jó, köszi. Ez is a... Szívesen. Nem kell ezt köszönni, te is segítenél. Várjál. Én is olyan lassan forgok, nincs semmi kifejlesztve. Hát itt a fejlesztés is csak akkor fejlődik. Itt van valaki kigyőződik az életet. Sikeres küldetés. Hát, ilyenkor több az orosz csak van. Az a baj, semmit nem csináltam, de... Mindegy, mert ilyenkor is kapni fogsz elég sokat. Hát, én 9600-at kaptam. Jó, én csak 4000-et, mert semmit nem csináltam. Hát az csak is 4000, amikor kicsiknél vagy nem kapsz semmit. Ajja, megnézem a modifikációkat. Vajá, Type-nál már azért elég sok mindenki van fejleszve, már csak a felfüggesztés is. Már mindjárt kész van a felfüggesztés. A Type 61-nél meg már a tűzoltó berendezés. Hodinál már van tűzoltó. Mehetünk kész, hogy? Persze. Hú, hát azok nagyon durvák. Pedig csak 3 meccset mondtam még azelőtt. Az... Na de jó játszasz, én szerintem. Én mondtam, hogy jó játszasz. Hát... Nem azt, mindig hogy... jegyezd meg, mint én, külső szem jobban látja, mint te magad. Hát az, te is jó játszol, csak az a baj, te... Én más taktikán játszok, én sokszor az, hogy elkapkodom, hogy előre mennék mindig. Igen, azt, azért nézem vissza a live-ot, nem azért már most azért úgy van kedve, hanem az, hogy elfogadom a dislike-ot is. Tűnöm. Mondom a dislike-ot, szerintem, az se érdekel.
Most azért nézem vissza a live-odat is, hogy nézem, hogy mit rontasz fel. Általában az a rontásnak a kitevője, hogy ti túlságosan átadkodod. Hát nem baj, mert itt a nagyoknál megtanulom, hogy nem szabad. Tisztelt jó tankok ott is. Tudod, a japánok az elejében nagyon küzdködtem vele. Aha. Pedig hogy mondtam, hogy majd évvégére kifejlesztem az olaszoknál, 5.3-nál leszek. Igazad volt, hogy nem lesz az meg. Hát én mondtam. Nem olyan könnyű ki. Én is még az amerikaiokat már évek óta nyomom. Jó kisebb, nagyobb szünetekkel. De akkor is. Ha van időm rá, akkor eltöltök egy pár órát vele. Meg zsákutca van. Mindig elhiszem. Mindig bemegyek, az közben meg zsákutca van. Aha. Azt hittem betámadott a Lorin 40T. Szép pontra, senki nem, nem csak én. Az igen. Szép. Hát igen, mert a B-nél van, tudod jól, hogy itt olyankor a B-nél hát van. Hát jó, csak a C-nél is szoktak itt menni, azt majd mindent így erre fele. Oda menjek, de az a baj, én most az egész térképen átmenni. Nincs kedvem. Akkor oda menni. Hát, bocsánat. OPEC 268. Az is durva tank. Hát jó. Jó van, már engem ezt ki tudtok lőni, hát jó, vagy hát... Na. Hát azért már senki nem jut a célra, csak én. Az a meghalok, hogy célra megyek. Szopatás. Nem kell, nem kell meghalni. Most már mindegy. Jó, Dávid, attól még szívesz egy live-on, ne legyen csúnya beszéd. Nem, csak ez egy kicsit olyan... Tudom, gazember van. Igazságtalanság, hogy most itt valaki a cél, nem gyűjt senki, azt csak én. Valaki mozott ám, mint egy olyasmi, érted? Értem én. Három az egy olyan, az egy kicsit igazságtalanság. Már gyűnnek ide hozzám. Lesújtott a kis rakétás, lesújtott. Azt tetszik ebben a kis rakétásban, hogy ez a dupla rakétája. Objek 120. Az is durva tank. Ó, ez nagyon egyértelműen látszik, hogy ki uralja csatateret. Ennyi már! Nem igaz. Mi történt? Semmi. Csak mindenki érem van hajtva. Ez nagyon át. Hát jó, ez most egy ilyen csata. Ez most egy ilyen csata. Jó, csak hát bele se tudtam szólni eltét. Jó, most én egy tankot kilőttem. Nem az, csak...
próbálom magamat. Mi, most jöttem a B pontra, de mennyi esélyem van? Már möglöttek, tesó. Hát itt a célnél menjünk befele. Látod. Engat is kirőttek. De itt már gyűnnek befele. Még van tankod? Hát ott, ez az utolsó tankom, de már az maga a másik tankod. Ha lőnek engem, ezt kifele. Nem bánt senki. Á, nem. Hol van? Én nem látok senkit. Hát, hol magát? Jó, én féltem a tankomat, meg szeretnék valami eredményt is csinálni. Hát igen, onnan föntről jönnek. Hát igen. Nekem meg olyan rossz a tájpart, van egy kicsit möglövi gép föntről, már javítanom kell. Igen, mert ezek már vadászrepcsik, ezek már nem olyan üzék. Valaki ott tudna segíteni egy kis üzével, szállítása. Meg itt ugyan húz. Az a baj, ha elvisz a csöve, vagy na... Segítsek, Dávid? Igen, mert megint a... Ja, háttérből szóltam, mondom, azt hittem anyukádhoz beszélsz. Mondom, utána jut eszembe, hogy mondom, utána nem neki kell segíteni. Hogy... Na, jó. Álljám. Most kapod be az eszet. Már be van. Jó. Várjál, mert bombát dobtak. Hogy hova repül? Jó, igen, hallom, hogy süvít. Jó. Hát közelbe csak. De megint kaptam, megint én kaptam. Te gondolom nem. Hát nem, de nehogy már én kapjak azért, mert segítök javítani. Na, az ágyom az ott van. Amúgy köszi. Szívesen. Nyomom az F-öt. Jó van, már nem kell. De még 4, 3, 2, 1. Ja, hogy te is visszaszámol? Aha. Jó. Na. Bocsi. Nem baj, nem lesz semmi baj ettől. Hát ezt a tankot egy kicsit majd gyakorolni kell, nem is kicsit, mert ez bizony. Á! Ez mi volt? Ja. Jajaj, menekülni kell, mert ez nem akármilyen bomba. Hallod, meg se karcolt, hallod? Hát akkor meg mit izéhez? Hát ez a... Ez be vagy tojva! Titánium tankkal vagy. Hogy na, de egy másik izét akartam mondani, mondjad már. Hát amit beszéltünk a jövőre, GTA 5, a roleplay, már ide jobban nyitják ki fel a szervereket, meg ide több videós játszik vele, lehet benne postás is. Meg búvár is lehet benne. A postás nekem azt tettem meg a buszsofőr. Itt egy mouse. Ó, hatástalan. Na jó van, itt van egy mouse. Itt a hegynél, vigyázz. Van, csak hát az a baj, hogy én a hegynél vagyok fölfele. Akkor össze fogtok futni, szerintem. 3 km per órában vagyok fölfele a hegyn, tehát külön. Hozom a hódit. Na, fölfele. A hód is egy kis tank, de azért... Hallod, mire felmentem, egyre végig előtt a csatára. Hát jó, van. Hallod, nagyon nehéz tank ez. Hát... De hát jó, van. Hát. Hadizsákmány. A második hadizsákmány nyitom ma. No. 1 millió mellett állt meg. Hát... Játszik a sors. Sors csak játszik, az a baj. Hát igen. Csak az a baj, hogy csak részben játszik. Kész vagyok. Nem baj, hogy játszom, majd egyszer kinyitom. Hát akkor fogom kinyitni, amikor már nekem is lesz már több millióm. Hát akkor fogom kinyitni. Általában az mindig így van.
Én a C-re megyek. Jól van, C-re mész? Igen. Jól van. Ennyit a ez, B-re. Ez mindig át akarok venni, de nem bírnak. Nem fogsz átvenni, mert itt van a képernyő, vagy a monitor, itt látom. Pedig valamikor majdnem ott fogsz el, de csak majdnem. Az LTS-be is haladok. Nem volt bugos a játék, bugos. Melyik? Nem volt bugos a játék. Az LTS? Neki mondtél a... Igen. Mikor mentem neki, vagy mi volt? Hát tudod, a 10 volt a autó sztori. Az most melyik volt a, az a live? Sora. Igen. Ő amikor így elkezdte dobálni a fejét, a, vagy nem a fejét, a fülkét, a... Az, olyankor bebugolt. Igen, mert most újabban belerakták ezt, hogy a, ilyen baleset van, azt elterelik a forgalmat. Én tényleg is elé vágtam, engem nem érdekült, hogy baleset van. Olyankor ott bebugolt valamiért, nem tudom. Maga úgy no, a játékban nem szokott lenni hiba. Na, a ping 600. Nem is nyúlokozás látok, mert dobálta a tankomat, na? Hát most 85, most jó. Hú, nem is erre kellett volna mennem. Miért nem jöttél erről, mi vagyunk? Én arra akartam mondani, de mindegy most már, mert az a baj, itt a hegygerincét most bűnnek majd itt nem tankok. Két cukkos kapott a Tigris 2P. Az a baj ebből meg, ha kifogy a rakétám, akkor nagyon nagy baj vagyok. Hát igen. Én Egyen is, el, én is ilyen bajban vagyok az Ontox-ra is. Nem tudom egyszerűen megtanulni, hogy hogy mennyi rakéta kell bele, vagy mennyi. Melyikbe? Hát abban a 10 ágyús. De jó. Rakétával. Legalább lőttél két tankot, mit akarsz? Nem szabad panaszkodni. Ja. Á, most már nem is tudok kilőni, meg ki is lőttem. Ja, nem is tudok kilőni, meg ki is lőttek, ez jó volt. Hát igen. A mesterről nem szabad segíteni, mert már túl el van kényelmesedve. Ezt jó megmondom. Ja. Azért becsüli magát, hogy nem játszik jól. Hát nem, nem becsülöm le magamat. Csak próbálok. Magamat, önmagamat át, önmagamat adni. Úgy, mint te, ahogy mondtad. Én a live-okban úgy szoktam, én már nem izélem, hogy jaj, most milyen, meg mindig, hogy. Ez is fenn majd a live, hogy kezdődött, nagyon rosszul kezdődött. Ja. Már mind azt hittem a hangkártya, mondom, nem működik a hangkártyám. De mondom, akkor nem hallanálok. Hát, ez az. Jó. Rosszra gondoltam. Mondjuk azt hiányozna már így a jövőbe. Jó, a leopárd. Jó, ránéztem, elnézök, mondom ellenség. Az kilőtt, ilyen szeme van neki. Hát baj, majd a táj 61-en majd visszacsapok. Na másítozunk. Mi? Mert? Na másítozunk, már végén van még éjfél. Ez az. Te még ásítozol ilyenkor. Mert én nem ásítozom most. Én nem. Fogadjunk, hogy majd addig fogok neked ásítani, hogy rólam lemegy az álmosság. Jó, jó.
Ki van ott? Tigris 2, ha. De jó, ide dobja a bombát. Ó, nem sérültem, meg ez volt egy szerencse. Azt a Tigris, hogy ki kéne lőnöm. Hát... Már kiderül, mely? Ja, ki is lőtt. Ki is lőtt. Ki kéne, hogy lőnöm. Majd a horiban nézzétek meg, srácok, mit csinálok. Biztikökbe. Gyűröm össze. Biztos? Biztos. Valaki már kilőtte, mi? Nem. Éjjel. De úgy éjjel. Ja, de. A T95-tel intézd el. Elintézted? Nem mondtál, az... Nem. Csak kritikus lettem neki, ott a 12 állt. Nem. Belőttem az ágyúját. Hát ebben meg az a rossz srácok ebben a nagy tankokban, hogy amire beállítom-e minden, azért vagy kilőnek. Ez is, ez füstgránát közeli belőttem, kis srácok. Csak én is pont állőttem egyet. Én nem csak itt állok, mint ez a T95 feltem, ezt nem is tudom, hogy ki lehet. Ennyi zserbót etettek vele. Ha nézzük, akkor az ikertestvéredet. Na, no, nem az én ikertestvérem. Segítök javítani, ikertestvér. Várjál, csak a lánctalpon ment tönkre az ágyú. Hát akkor javítsd meg. Hát a magától javítod. Azt magától javítja. Ikertestvér. Miért az ikertestvérem? Hát a horit. Horit mondom, hogy ikertestvéred. Az az ellenségnél van, te. A Su-14, hát nem... Nem. Repült a mester. Hol is robbantam már. Na, hol van kilőhetett a T95? Hát jó van, bomba, azt kicsináltam, de már nem tudom. Hát, van milyen nyelvet, hát azt nem tudtok, hogy megfogni. Nézel engemet? Na, szállasz. De látod, ez is milyen szélidős. Az a baj, hogy T95 borzalmasan lassú, de nehezen lehet kilőni. Ez meg az a baj, hogy... Ez amit a KB2, hogy lomha lassú. De ha valakit telébe kapsz, az tényleg telébe van kapva. Hát igen, hú, hát az a tank is. A KB2 is. Hagyjuk inkább, Dávid. Mi hozz fel a rossz emlékeimet? Mennyi ideget tettem. Mindig abban gúnyoltuk egymás a kávét ki a seggelire. A kávé. A kávé. Az mindig jó. Jó, rossz körül a kávé. Aha, uh-huh, persze. Már húzzák is vissza. Hát lehetett rá számítani. Hát lehetett rá számítani. Az át azt teljesen úgy bevédik, hogy esély se lesz visszahozni semmit. Az igen. Hohoho! Mi volt ez az FIA 4B? Mi volt ez? Hát a... mondtam, hogy rapcsi. Rapcsi. Ez is milyen... Ez is milyen durva, hogy nincs esély az lény, mert a repülő így szétlő. Mondom. Gangster 71 Russzián valamit írt. Nem nekem, hanem... Te kiléptél? Nem. Nézzük meg, mi lesz a végkifejlett.
Van esélyünk még visszahozni? Szerintem nem. Hát csak az a rossz, van. Ezután ők is indítanak egy új meccset, ki tudja, hogy melyik. Majdnem 10 000-et kaptam. Én meg kaptam egy heti zsákmány. Na mit? Nem tudom még, most derül ki. Jó, van 1 millió. Hát, majdnem az 500 000 oroszlán. Jó, ma maradjál most már. Most már nyugodjál. De kaptam legalább 2 T95-et tartalékban. Jó, van már. Azért álljunk már, mindennek van határa. Mindennek van már. Minden. Panaszkodni fogok most a váltándőr ellen. Igen. Most már panasz fogok begyújtani, van egy ilyen... A mester nevű játékos, bandolják ki legalább egy évre, hogy legyen esélyem kinyitni az 1 millió. Most már... Tényleg a krámban, te vagy az egyetemben, aki 2-szer 1 milliót kinyit. 1-szer hajnalban, de nyilván másikat is hajnalban nyitottad ki. Azt hiszem, igen. Nő, te... Mázrista. Régebben rágyúrtam a hajnali... Jó, ma maradjál már! Jó, ma maradjál már, te hajnali játékos. Én azt nem tudom. Hülyésködünk, nem tudom, srácok, nem? Nincs irigykedés. Csak hülyésködünk. Aki ezt komolyan veszi, akkor az nem ember. Hogy nézzük, nekem is mennyi pénze volt. 2 500 000-ből költöttem el most a tankokat. Elvitt 1 millió valamennyit, majdnem. Hát persze. Elvitt. Mennyi kis voltak a tankok? 280, meg 300 000. Körülbelül. Meg amúgy már szerintem bárkitől megkérdezheted, de szerintem valaki már csomószor nyitott, nem? 1 millió. Nem tudom, fogalmam már sincs. Elvileg a 100-as szintnél már kapsz 1 milliót. Igen? Ha már valami csillagot fogsz majd kapni, vagy valami csillagokban a magazban, vagy valami ilyen idézetet, videót kapod. Ja. Mennyi választ el már attól a szinttől? Hát... Gondolkodtam azon, hogy... hogy még az idén megvöz, de sajnos nem. Jövőre lesz meg. Hát sajnos... Hát még talán azon a héten még talán. Ha... Úgy állok hozzám, hogy... Én szerinted... Hogy akartam mondani, jövőre megveszek 100-as szinten. Jövőre? Hát, nem hiszem. Kicsi az esély, de meg lehet még. De szerintem nem. Nem, szerintem se. Még talán még egy évet kell várni. Hát ezt az attól függ, hogy hogyan nyomod. Mert ez egy... Nem azt mondom, hogy minden nap kell nyomni, de... Köszönj, hogy ellöktél. Így is gyorsan megyek, de azért fellök. A többilában is elmondta, hogy az éve milyen csapattárs, azért azonnal ki is bannolnám. Jó, van, én is csináltam valamit. Valaki, jó, valaki vagy véletlen neki mi is, valaki meg direkt fellök. Ő mivel jobb játékos, mint te? Érted, én az ilyet nem bírom. Hát, a tisztességtelen játékosokról én is tudnék mondani, hogy sáros. Inkább adjuk. Mondtam a terapiában, amikor kilöktek. Veled játszottam, és kilöktek tégedet. Mert láttam is. Ja, láttam. Láttam is. Akkor... Kicsit akkor bosszantóan. Itt nem, itt elég kemény kilőni valakit. Ó, te vagy ott, nagyon könnyebb kilőni valakit. Hát várjál, mert még csak most gyűlök, izé. Mert itt a másik oldalon vagyok, parton. Nem tudom, srácok, mert ide... Nem is tudok bejutni, meg itt lőnek folyamatosan. Nem látok semmit, olyan izé van, köd van. Hát igen, meg füst.
Mindjárt repülőjel. Itt kóvágok, hogy nem tudom, hogy merre menjek. Csak én össze-vissza megyek. Aha. Nem találom a helyemet. De más tank is csak itt áll. Na, no, ő kilőtte, de én is kritikus. Adtam neki. Igen, azok már mondtam, hogy keményebbek itten. Tudom. Babra megy a játék. Nem, én voltam a lassú. Nekem kellett volna hamarabb lőnöm. Hát igen, általában ez a... Gondolkoztam rajta, hogy most jó, jó lesz a lövés. Itt már nem tudok elbújni a lövés elől. Mint a kicsiknél, amire oda lő, meg minden. És csak annyit mondok még, hogy ez rangoktól függetlenül ez még keményebb. Hát persze. Jó, de azért itt megtanulnunk, hogy kell normálisan tolni neki. Persze. Ennyi. Ja, meg a... Meg nem kell feladni. Ja, meg a repülőgépekről nagyon arra kell figyelni, mert... Hát szoktam repülni live-ba, hogy láttad. Szoktam azért néha repülni. Ekkor nem is olyan csúcs pilóta. Nem láttam. Repültem benne 2-3-szor azért. Jövőre amúgy nem is biztos, hogy kezdök új nemzetet, mert lehet a hajókat küldöm neki. Na, én még nem tudom. Az a baj, hogy az amerikaiak biztos, hogy még nem tudom, hogy meg lesz neki az idén. Há? De... Szerintem még az idén még beletolod. Mert mondtam, múltkor 10 tank van hátra. Hát körülbelül. De hát az úgy 10 tank, hogy, hogy ilyen 200, az, a, az utolsó a szép millió. Vagy nem tudom mennyi. Ó, az még mire... elfordultam azt a T-29 csak kilőtt. Jó, ez most nekem nem volt olyan jó csata. Még van egy tankom. Tényleg mindig az első tankkal tolod? Nem, a második tank. A második, én már a harmadik. Kint már tűzi játékoznak. Gondoltam, hogy hát utána már tűzi játékozni fognak. Amúgy én is már nem sokkal megyek. Meg egy pár vacsot tudom nyomni. Jó van. Aztán fél hétig. Na majd találkozunk még majd jövőre. Na ugye? Jövőre. Holnap is. Hova nézőkkel is. Majd toljuk neki. Mondom, mindenféleképpen ezt a gyakorlás részt ma akarom csinálni. Nem kell, nem olyan nagy durranásnak, miért számítok arra. Ja, de érdekes, a T-29 azonnal betalálta a horimat is. Érdekes, érdekes dolog. Én már most kaptam 4700-ot. Hmm. Hát én csak nyomt ezre. Az se rossz. Ha javítok és ott mindjárt készen van az ambegyon. Na, az jó.
Kész vagy? Persze. Hát. Na, én rosszabbra, na, rosszabbra számítottam ezekkel, úgyhogy nem olyan rosszok ezek. Attól függ, ez is milyen pálya. A pálya is nagyon befolyásolja, hogy milyen meccsek vannak, hidd el nekem. Hát persze. Azért. Most főleg, hát meg igen, meg hát, hogy nagyobbakba is berak. Ez a másik, amit nem tudom kiküszöbölni, vagy kiátszani, ezt a játéknak a tervező, ez így gondolta meg. Hát jó, most hát, ez így van, ez van hozzá. Hát ezt hozzá, igen, jó. Mondom, már hozzászoktuk. Engemet már nem az érdekel. Hányszor van, hogy kijön, hogy nem is veszem észre, hogy nagyobb rangot kilőttél. Érted? Hát, hát, már nem szokott jó, érdekelni. Azért mondom, hogy itt is lehet hogy számítani rá. Itt, hogy a T-54, 1949, az már 7.7-es. Rakjon be nagy rangokat, ennyi. Hát igen. Meg több hozzászólás, vagy hozzászólás is volt erről, de azt mondták, hogy hát most az ilyen játék, ezt bele, ezt meg kell szokni. Hozzá kell szokni. Hogy hozzá kell szokni, ez ilyen... A C-nél is már buli lehet. Ja. Merre mész? Menjünk a B-hez? Hát a B-re szeretnék mondani, a rohacsokon vannak. De nem azért, mert rohacsokon vannak, csak... ott kéne segítséget találni. Jó, van, megyek utánad. Hát én nem vagyok annyira gyors. Mondom, azért fejlődik jobb, gyorsabb ez a rakétástan, mert azért ebben kilőttem egy pár darab tankot már. Úgyhogy sokan lesznek. Hát itt már kapásból látok 4-5-5. Van annyi. Ha nem több, mert még nekem a látótávolság még nincs kifejlesztve. Na, mindjárt. Hát jó. Hát azért mindjárt. Hát 4-es a látótávolság. Kilőttek? Tehát én már menekülök is innen. Ez a baj, menni kéne. Inkább menni kéne az A környékre, azt meg kéne kerülni. Most meg ti ásítozol. Hát na, STO 2. Na, úgy, hogy ki lehet jönni, akkor nagyobbakat is. Jó, STO 2, nem tudom mit keres itt. Hát, vannak ilyen. Nálam viszonyú van, szokott egy kicsit. Menjünk az A-hoz. Mi az? Szokott a játék. Nálam is. Hogy miért? Beszaggatom. Most is. Nem tudom, itt ez nem csak a gép hiba. Szaggat most is. Nálam is. Nagyon. Majd nézz vissza a live-ot. Jó. Nem tudom, hogy itt az állna, ez nincs normálisan, hogy csinálva ez a pálya, gondolom én. Nem tudom, mi a bánat. Nem tudom. Ez egy jó kérdés. Nem, itt csak így... Itt nálam szaggatottam, vagy így nálam egy kicsit. Az át már húzzák vissza. Túlságosan elkapkodtam. Lesz a hatástalan találat. Jó, minden meccs nem lehet jó. Hát sosek. Jó, van Tigris 2, ha
Na mikor dob be? Nem akar most be bedobni. Igen. Aha. No, ez fura. Rákattintok a mélységre, és nem csinál semmit. Ez fasza. Hát. Azt hiszem. Nálam se, vagy nála se akkor nem ugye gépiben lehet. Nem, itt a szerver hiba meg ez. Nem csinál semmit. Na igen, már nálam is volt olyan, hogy kevesebb. Vagy olyan többet kellett várni a kárletinél. Ha? Most beengedsz-e. Ugyanúgy hallom, összement a két kis zászló kicsi. Ennyi. Uh-huh. Ha, ez is milyen szép dolog. Hogy ilyenkor megszakad a kapcsolat. Lehet. Van. Nem csinál semmit. Akkor kilépök így. Visszatérünk arra. Ha már megint kilőtték azt a szart. És nem tudok mit csinálni. Úgyhogy a múltkor live-ben is elmondtam, hogy a játéknál kéne csinálni elég sok mindent, hogy ilyenek ne legyenek. Te még csatába vagy? Hát igen, csak képzeld, hogy kattintottam volna és nem csinál semmit. Ah, nálam is úgy. Várjál, Dávid, megnézem a routert. Világít. Jó van, szerintem én ezt... Jó van, Jó van, legyen ez. Ez volt az utcsó. Hát, te még is talán nyomhatunk még egyet. Na, még nyomhatunk még egyet, azt utána tényleg menjünk. Jó van. Várja, mert hát még a két tudom, perc, hogy még a Hori még két perc. Nem, most én is megyek. Jó, én is fogok ünnepölni még. Még ünnepölni én is fogok még, érted? Ja, jó van. Oké. Okay. Köszönjük szépen, srácok, a figyelmet, köszönöm szépen, Dávidnak, hogy itt volt. Boldog új évet kívánok, mester neked. Igen, boldog új évet. A jövőben is azt kívánom, hogy tévedsz fel az 1 milliót, meg hogy jó játszál. Ja. Nem. Ja. Sok, ja. Sok sikert kívánok a Vátándőrben is neked. Igen. Ha meg azt szeretném még ezt elmondani még, hogy ha mondom holnap nem is, ha a holnap véletlenül, ha meg tudjuk csinálni ezt a gyakorlás részét, esetleg privátban még meg tudjuk, még gyakoroljuk Zolival, ha ráért, persze ő is. Rájban is gyakorolhatunk, ezt... szerintem ebben hát nincs persze, semmi, mondom, hogy, semmi hogy szégyen nincs. Ezt mindenféleképpen ezt be akartam mondani, mert ez, hát ez ilyen gyakorlás része, hogyha valaki csatlakozni akar a klánunkhoz, akkor, be, akkor meg tudjuk ezt is csinálni vele, hogy, hogy akinek van nagyobb rangú tankjai, akkor be tudja gyakorolni, hogy hova kéne belőni. Most már nekünk is vannak azért tankok. Én is panaszkoltatok, mert vannak tankjaim már. Persze. És akkor, hát ezt úgy lehet elképzelni például hogy, hogy ilyen 100 méter, 200, 300, akár 1000 méter körül izé elmegyek, és akkor Zoli vagy akárki kilő engemet, és akkor az ilyen hát, igen, de azon a pályán csak egy ketten vagyunk össz-vissz. De persze, igen, nem, hát egy V1, de én nem lövök vissza direkt, és izé, meg kell nézni. Ilyen van a World of Tanks-ben is, csak elmondom neked, abban is van ilyen. Hát azért mondom, hogy lehet ilyesmit nézni. Persze. Azért mondom, hogy ezt meg lehet csinálni. Jó, ugyanúgy a klánhoz ugyanúgy lehet csatlakozni. Hát Zoli ezt nem mondta el. Inkább azért mondom, mondd el te. Minimum kettes hát, szintű Zoli azt nem el. Mondta el, hogy, hogy mik a perifériája, vagy hát úgy a klánba belépés ez, hogy mi kell.
Igen, hogy a belépéshez mi kell, mindjárt mondom. Hát annyit kell csinálni, hogy a hadsereghez, igen, a harckocsihoz és a tankokhoz második rangú tank kell hozzá, meg a repülőkhez is második rangú tank kell igen. hozzá. Hogy már... Úgy lehet belépni maga a kámba. Igen, van egy parancsnokunk, aki ezt nézi, meg van a helyettes, meg vagyunk páran, én is benne vagyok a tiszthez is, és be tudjuk a mester is már tiszt lett. Ja, hát már régebb óta tiszt vagyok, ez, de majd is az lesz, mert ez... Hát ahhoz hanya szintűnek kellene, hogy azt legyek? Nem, ez azt jelenti, hogy aki már szinte majdnem régebb óta már klán. Jó, én is benne vagyok már három, több mint 3 éve, de ebben voltak kihagyások. Hát azért amikor fent vagyok, akkor tolom neki. Akkor tényleg tolom neki. De amúgy a tiszt az nem más, hogy föl lehet, el lehet fogadni kérelmeket, el lehet utasítani, meg el lehet bocsátani a századból, de persze. Lehet csak akkor, hogyha valaki nem viselkedik úgy, vagy valami, hogy ilyen. Persze. De és akkor ennyi. Végül. Na, köszönjük szépen, srácok, a figyelmet mindenkinek. Boldog új évet, én még jövök vissza. Boldog új évet mindenkinek. Neked is, Dávid, boldog új évet. A mesternek. Neked is. Sziasztok. Ciao, ciao. Mindenki barátok. Mindenkinek boldog új évet! Sziasztok! Ciao, ciao!